Turizmus. A Központi Statisztikai Hivatal az első három hónapot átfogó kimutatása szerint a belföldi és külföldi vendégészakák száma egyaránt növekedés mutat. Bővítés. 225 millió forintból újult meg a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ két irodája. Fenntartóváltás. Elméletben már most eldőlt, hogy mégsem kerül egyházi fenntartásba az idén 60 éves Nyíregyházi Kölcsei Ferenc Gimnázium. Erről Márk Attila Olivér beszélt 35 perc című műsorunkban. Kiemelkedően teljesített Magyarország turizmusa az első negyedévben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Központi Statisztikai Hivatal az első három hónapot átfogó kimutatása szerint a belföldi és külföldi vendégészakák száma egyaránt növekedést mutat. A fizetés típusok között népszerű a szép kártya. A belföldi vendégek közel 3,5 milliárd forintot fizettek ki vele, több mint 1700 szálláshelyen. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az első negyedévben tavalyhoz hasonlóan a vendégészakák nagy részét a belföldi vendégek adták. Kiemelkedően teljesített a turizmus Magyarországon 2018 első három hónapjában. A megyében is növekedés tapasztalható, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az első negyedévben tavalyhoz hasonlóan a vendégészakák nagy részét a belföldi vendégek adták. Jellemző, hogy körülbelül a vendégforgalom 3/4 részét adják a belföldiek és 1/4 részét a külföldiek. A belföldi vendégek száma 10%-kal növekedett, az eltöltött vendégészakák száma pedig 6%-kal nőtt ebben a három hónapban. Ugyanakkor a külföldiek esetében azt látjuk, hogy 1%-kal több vendég érkezett, de valamivel hosszabbodott a tartózkodási idő, mert 7%-kal több vendégészakát töltöttek el. Megyénkben és országszerte is a legkedveltebb szállástípus a szálloda. Országosan a magyar vendégek 14%-kal több éjszakát töltöttek el a különböző szálláshelyeken a tavalyi azonos három hónaphoz képest, még a külföldi vendégek esetében is jelentős, 8%-os növekedésről beszélhetünk. A legjelentősebb külföldországok az Egyesült Királyság, Ausztria, Olaszország és Oroszország voltak, viszont az Egyesült Királyság 2%-os csökkenésével ellentétben a többi országból érkező vendégek több éjszakát töltöttek országunk szálláshelyein. A vendégforgalom tekintetében Magyarországon Budapest kerületei állnak az első helyen. A települések esetében mi Budapest kerületeit is külön településként szoktuk kezelni. Így a top települések tulajdonképpen a legelső helyen áll Budapest a 5. kerülete, aztán ezt követi Budapest 7. és 6. kerülete, a 4. helyen Hévíz, majd Budapest 8. kerülete került az 5. helyre. Hogyha Budapestet nem kerületenként vizsgáljuk, hanem egy településnek veszük, akkor természetesen a legelső helyen áll Budapest kiemelkedő vendégforgalommal, és ezt követi Hévíz, Hajdúszoboszló, Bükk és Zalakaros. Szép kártyát a kereskedelmi helyek közül több mint 1700 helyen használhattak a turisták. Az első három hónapban közel 3,5 milliárd forintot fizettek ki szép kártyával a belföldi vendégek ezeken a helyeken. Ez 12%-os növekedést jelentett 2017 azonos hónapjaihoz képest. 225 millió forintból újult meg a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ két irodája. A beruházás során új épületrészeket és helyiségeket alakítottak ki, napelemes rendszert telepítettek, valamint új eszközöket is beszereztek. Az épületek mellett a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai is bővültek. Május 1-től fogyatékosságügyi tanácsadók vesztek részt az ügyintézésben, valamint az iskolai, óvodai, szociális munka is a központ feladatai közé tartozik szeptembertől. Egy 100 négyzetméteres új épületrész kiépítésével, a meglévő épület teljes felújításával és egy napelemes rendszer telepítésével alakították ki a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ irodáját a Május 1 téren. A korábban a Tas utca alatt székelő területi iroda munkatársai vehetik birtokba az épületet. A beruházás során ügyfélfogadó helyiségeket, tárgyalót, számítógéptermet, iktatót, irattárat, három irodát, valamint szociális helyiségeket, melegítőkonyhát és közlekedőt is kialakítottak, de megújult az épület környezete is.
Az új, mintegy 60 fő befogadására alkalmas konferenciatermek pedig lehetővé teszik a színvonalas szakmai programok lebonyolítását. A most átadott május 1 téri iroda mellett a Körte utcai épület is megújult, ebben már korábban elkezdődhetett a munka. A két beruházás a nyíregyházi önkormányzat támogatásával közel 225 millió forintból valósult meg. A felújításokkal nem csak az irodák mérete bővült, hanem az ellátandó feladatok száma is. 2016-tól folyamatosan új szolgáltatások kerülnek bevezetésre. Egyrészt jogszabályi kötelezettség által, másrészt pedig pályázati programok révén. Úgyhogy így a család és gyermekületi szolgálat egyre szélesebb palettán tudja nyújtani nem csak a szociálisan rászorulóknak a segítséget, ami új szolgáltatást szeretnék kiemelni a fogyatékosságügyi tanácsadók, akik május 1-ével kezdték meg a tevékenységet a központban, illetve kötelező feladata lesz a központban az iskolai óvodai szociális munka szeptembertől, ezt már egy pályázati program keretében most is gyakoroljuk és tapasztaljuk. Ezekkel az új szolgáltatásokkal pedig egy jelentős űrt tölthetnek be a nyíregyházi család és gyermekjóléti központnál. Minden olyan szolgáltatás és tevékenység, ami hozzánk érkezik, azt hivatott szolgálni, hogy a hozzánk forduló lakosság számára minél szélesebb körben tudjunk információt és tanácsot nyújtani. Ugye a fogyatékosságügyi tanácsadók, én azt gondolom, hogy egy olyan terület, ami egy szakmai hiányt is tud pótolni, és nem véletlenül vannak a család és gyermekjóléti központokhoz rendelve országos szinten, hiszen egy olyan információs adatbázissal kell, hogy rendelkezzenek, ami minden fogyatékossággal élő igényét terveink szerint ki tudnak elégíteni. A nyíregyházi család és gyermekjóléti központ 2016-ban 65 fővel kezdte meg a működését, ma pedig már több mint 80-an dolgoznak az intézménnyel. Éves szinten a nyíregyházi járás területén mintegy 6000 család kerül a központ látókörébe, akik egy része szociális ügyintézés miatt keresi fel az irodákat, míg más családoknál hosszabb távon építik fel a gondozási tervet a központ munkatársai. Elméletben már most eldőlt, hogy mégsem kerül egyházi fenntartásba az idén 60 éves nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnázium. Erről Márk Attila Olivér beszélt 35 perc című műsorunkban. Az intézmény igazgatója elmondta, habár hivatalosan május 31-ével zárul le a fenntartóváltási folyamat, a szülők és diákok már döntöttek és nem támogatják, hogy egyházi iskolává váljon a gimnázium. A Nyíregyháza Városi Református Egyházközség már február 28-án tájékoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériumát és a Nyíregyházi Tankerületi Központot arról a szándékáról, hogy a nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnáziumot fenntartóként átkívánja venni az államtól a Református Egyház. Így március 1-től elkezdődött a több lépcsős fenntartóváltási folyamat is, amelynek a legfontosabb eleme az érintettek tájékoztatása volt. A különféle iskolai testületek meghallgathatták a tájékoztatót az egyház képviselői részéről, ebből tájékozódhattak, kialakíthatták a véleményüket, és titkos szavazáson, ugyanúgy, mint ahogyan a parlamenti képviselőket választottuk, illetve a pártlistákra szavazhattunk, ugyanilyen titkos szavazáson a megjelentek elmondhatták a véleményüket, és kifejthették az álláspontjukat tulajdonképpen, hogy ezzel egyet értenek-e vagy sem. A fenntartóváltási folyamat a jogszabályi előírásoknak megfelelően hivatalosan csak május 31-ével zárul le, kivéve ha az Emberi Erőforrások Minisztériumának, az oktatási ágazatért felelős minisztere hamarabb meghozza a határozatát. A folyamatot az is meggyorsíthatja, ha az egyház visszalép az eredeti szándékától. A köznevelési törvény szerint a fenntartói jog a szülők egyetértése nélkül nem adható át. Ez azt jelenti, hogy legalább 50%-ot meghaladó egyetértésre van szükség a fenntartóváltást illetően. Így a kérdés gyakorlatilag eldőlt, a folyamat formai értelemben azonban nem tekinthető lezártnak. Ha jogszabályt elolvasuk, akkor csak egy dolog lehetséges, hogy ez a fenntartóváltás nem fog bekövetkezni, ugyanis ennek egy komoly kritériuma van, nevezetesen a beírt tanulók számának, illetve nagykorú tanulók esetén maguk a nagykorú tanulók a szavazásra jogosultak, véleménynyilvánításra jogosultak, legalább a felük támogató szavazata szükséges, és mint tudjuk 13,8% volt a szükséges 50% plusz egy szavazat helyett, tehát más eredményt nem tudok elképzelni, de hivatalosan nem született meg ez az eredmény. A nyíregyházi oktatási intézmény 1958-ban kapta az állami Kölcsey Ferenc leánygimnázium nevet, majd 1963-tól a gimnázium nevéből elmaradt a leány szó, és koedukált iskola lett.
A nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium idén több nagyszabású rendezvénnyel ünnepli fennállásának 60 éves jubileumát. Bíróságtörténeti tárlat nyílt a nyíregyházi törvényszék dísztermében, a tárlatról hamarosan, előtte azonban nézzük a híradó további témáit. A minimális célkitűzés teljesítve a legjobb 6 között, egészen pontosan az 5. helyen zárta a szezont az NB1 B keleti csoportjában a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. A Bécsi János által irányított együttes 13 győzelem mellett 3 döntetlent játszott és 8-szor szenvedett vereséget. Június 2-a és 10-e között a csehországi Brno ad otthont az ISF röplabda iskolai világbajnokságnak. A lányok mezőnyében ott lesz a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium csapata is. Bíróságtörténeti tárlat nyílt a nyíregyházi törvényszék dísztermében. A kiállítás anyagát Jantó László, a megyei bíróság egykori tanácsvezető bírája által megőrzött személyes iratok, tárgyak, okiratok képezik. A tárlat június 15-ig tekinthető meg. Személyes iratok, tárgyak, okiratok és eredeti jogi diploma a nyíregyházi törvényszék 2. emeletének folyosóján. Egy elismert és köztiszteletben álló bíró bemutatása, akinek az életútja jelentősen befolyásolta a bíróság fejlődését és példaképű szolgált a fiatal bírák számára. Jantó László 1939-ben a debreceni törvényhatóságon kezdte pályáját, majd a bicskei királyi járásbíróságon, a székesfehérvári királyi törvényszéken dolgozott fogalmazói titkári beosztásokban. Bírói kinevezést 1944-ben kapott a Nagybányai királyi járásbíróságon. Katonai frontszolgálata és hadisérülését követően a nyíregyházi járásbíróságon folytatta munkásságát. Majd a nyíregyházi megyei bíróságon nyert polgári ügyszakos tanácsvezetői bírói kinevezést. 1981-ben történt nyugdíjba vonulásáig 36 éven keresztül ítélkezett Nyíregyházán. A nyíregyházi törvényszék dísztermében megrendezett bíróság történeti tárlat megnyitóját nagy érdeklődés övezte, melyen az egykori bíró unokája Dezső Bálint prezentációval színesített előadása révén nyerhettek bepillantást az érdeklődők a bíróság történetébe. Nyakó Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék elnöke nagyra értékelte a bíróság gazdag és tiszteletre méltó múltjának bemutatását. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghirdetett bíróságtörténeti pályázatra pályázott a törvényszék, és a néhai dr. Jantó László törvényszék, illetve megyei bírósági tanácselnök életútját dolgoztuk föl. Még a világháború előtt nyert bírói kinevezést, illetőleg azt követően a 70-es, 80-as évek elejéig ítélkezett a törvényszéken, illetőleg a megyéhez tartozó járásbíróságokon. Magának a történeti kiállításnak a tárgyi emlékeit itt a törvényszék épületében a 2. emeleten a díszterem előtt kiállítottuk, tehát például az ő jogi diplomáját, a szakvizsga igazolását, fényképeket az ő életéről, vagy kifejezetten ajánlom és javaslom megtekintésre, az ő egyik ítéletét gépelve meg lehet tekinteni. A jogászi életpályához és bírói tevékenységekhez kapcsolódó iratok, jogi és kortörténeti dokumentumok június 15-éig tekinthetők meg a törvényszéken. A minimális célkitűzés teljesítve a legjobb 6 között, egészen pontosan az 5. helyen zárta a szezont az NB1 B keleti csoportjában a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. A Bécsi János által irányított együttes 13 győzelem mellett 3 döntetlent játszott és 8-szor szenvedett vereséget. A Kecskemétől hazai pályán elszenvedett 3 gólos vereséggel zárta a szezont a nyíregyházi csapat, így a búcsú, csakúgy mint a bajnokság hajrája, hagyott hiányérzetet a szurkolókban és Bécsi János edzőben. Az NKC a bajnoki rajt előtt a 6 közé kerülést tűzte ki célként, akkor még úgy volt, hogy ősztől összevonják a keleti és a nyugati csoportot, ezt végül elérte az együttes. A végső sorrendet látva a bajnok Mezőkövesd, a 2. Békés és a 3. Balmazújváros picit kiemelkedett a mezőnyből, az őket követő trióban viszont biztos helye volt a nyíregyházának. Lehetett volna jobb is ez a helyezés, már csak abból kifolyólag is, hogyha az utolsó mérkőzést megnyerjük, akkor 4. vagyunk, illetve itt a tavaszi szezon utolsó felében hullajtottunk el olyan pontokat, amik nem voltak betervezve, és hogyha azok létrejöttek volna kisebb akarattal, jobb játékkal, akkor még akár a dobogónak a 3. helye is meg lehetett volna. Egy picit csalódott vagyok, és a játékosok is csalódottak ebből a szempontból.
Tény, be kell tudni az, hogy ebbe az évben teljesen új csapattal indultunk neki a bajnokságnak, nagyon sok új játékos volt, és ebből kifolyólag nagyon hullámzó volt a csapatnak a teljesítmény. Tudott nagyon jól játszani és bravúrokat hozni, viszont tudott nagyon bagatell hibákat véteni, és olyan mérkőzéseket elbukni, amit már megnyertünk. Rutintalanság, illetve a fiatal hívnek a számlájára is írható, illetve még úgy gondolom, hogy van jó pár játékos, akinek az ilyen tétmérkőzések még erősek. Ebből tanulni kell, és ebből kell tovább építkezni. Az edző szerint az egész szezon tekintve minden játékosnak voltak kisebb-nagyobb hullámvölgyei. A statisztika alapján a Varga Lacinak a teljesítménye az egy elfogadható és csapatszinten is egy jó teljesítmény nyújtott. Nála is maradtak még azért bent gólok, de én azt mondom, hogy a stabilitást a csapatjátékában ő az, aki biztosan adta. A kapusaink helyek közel hozták azt, amit vártunk tőlük, kisebb-nagyobb megingások azért voltak náluk is, de a két kapus úgy gondolom, hogy kiegészítette egymást. A mezőnyjátékosoknál az átlövők teljesítményével azzal nem voltam megelégedve, tehát nekik sokkal-sokkal többet kellett volna produkálniuk, és úgy gondolom, hogy a gyenge szereplésünknek ez is az egyik legfőbb problémája, hogy ezeken a belső posztokon kevés gól született. A gyors kontrajátékaink, a szélsőink úgy gondolom, hogy éltek a lehetőséggel, és amikor lehetőségük volt, akkor ők hozzá is tudtak tenni. A beálló poszton azt gondolom, hogy a tavaszi szezonra a Székely Nikol egyedül maradt, ő egy jó teljesítményt hozott, és azt teljesítette, amit vártunk tőle, vagy amennyit ki lehetett hozni belőle, azon a poszton kihozta. A csapat május végéig edzésben marad, a tréningeken az erőnlét és az egyéni képességek fejlesztésén lesz a hangsúly. Bár konkrétumok még nincsenek, az biztos, hogy néhányan távoznak, és természetesen érkeznek majd új játékosok is. Június 2-a és 10-e között a csehországi Brno ad otthont az ISF röplabda iskolai világbajnokságnak. A lányok mezőnyében ott lesz a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium csapata is. A Szekély Lászlóné által irányított együttes a Diákolimpia országos döntőjében szerzett aranyéremmel harcolta ki az indulás jogát. Az elmúlt évben és az idei esztendőben is a Vasvári nyert az 5.-6. korcsoportos Diákolimpia országos döntőjét. A kiírásnak köszönhetően a tavalyi siker következményeként utazhatnak a lányok Csehországba, ahol 30 nemzet képviselői lépnek majd pályára. Ez egy hatalmas elismerés, és nagyon büszkék vagyunk a vasvári röplabdás lányokra. Valóban ugye két diákolimpiai elsőbség után vannak, és már az elsővel, ami itt Nyíregyházán volt ugye tavalyi évben, azzal kiívták a jogot, hogy ők képviselték Magyarországot majd a világjátékokon. És itt kihangsúlyoznám azt, hogy itt valóban nem csak Nyíregyházát, nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, hanem a teljes magyar nemzetet képviselik majd, és bízunk benne, hogy olyan eredményt fognak elérni, amelyre aztán későbbiekben ők is, és mi is nagyon büszkék tudunk lenni. Vasváriban 42 évvel ezelőtt indult el a testnevelés szakos képzés. Azóta számos nemzetközi sikert arattak az intézmény tanulói. A röpisek másodszor jutottak ki a középiskolás VB-re. Másodjára kijutni ilyen világjátékokra mindenképpen nagy dolog. 2015-ben Athénban jártunk legutoljára kint világjátékokon, és 2018-ban újra elnyerni ezt a címet úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy sportteljesítmény. Mind a testnevelő tanárok, mind a hozzánk járó testi tagozatos tanulók és a Nyíregyházi Sportcentrum edzői részt vesznek abban, hogy ilyen szép eredményekhez juthassunk, és ilyen rangos utakon részt vehessenek a sportolóink. Az együttes edzője Szekély Lászlóné szerint, mivel nem ismerik az ellenfeleket, nem tudják, hogy milyen eredményre számíthatnak a tornán. 30 ország, 30 női csapat fog részt venni, Olaszország, Görögország és Csillével vagyunk egy csoportban. Igazán megmondom őszintén, hogy nem ismerem az ellenfeleket. Én 3 éve kerültem a Vasvári Pál gimnáziumba, nem tudom, hogy milyen színvonalú egy ilyen verseny. A Dunaújváros férfi csapata is bejutott, tőlük az információ, ők azt mondták, hogy igen, rangos és igen színvonalas. Hasonló a véleménye a csapatkapitányának is, aki bízik abban, hogy sikerrel veszik majd az akadályokat. Mindenki nagyon várja ezt a tornát szerintem, mert ugye ez egy nagy világesemény a röplabdázás terén. Nem tudjuk még, most nem lehet azt mondani, hogy most milyen sikereket érjünk el, hanem majd ami ott lesz, nem tudjuk milyenek lesznek a csapatok. Igazából ugye Chilével, Olaszországgal, Görögországgal kerültünk össze, azért mindenhol igazán erős a röplabda. Szóval szerintem az lesz, hogy játszunk jól, élvezik a játékot és nyerjünk meccseket.
A június 2-án kezdődő és 10-én záruló világbajnokságra kulturális programmal is készülnek a vasvári röplabdás lányai. Most pedig kiradunk végén, nézzük le fontosabb híreinket még egyszer röviden. Kiemelkedően teljesített Magyarország turizmusa az első negyed évben. A Központi Statisztikai Hivatal az első három hónapot átfogó kimutatása szerint a belföldi és külföldi vendégészakák száma egyaránt növekedés mutat. A fizetés típusok között népszerű a szép kártya. A belföldi vendégek közel 3,5 milliárd forintot fizettek ki vele, több mint 1700 szálláshelyen. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az első negyed évben tavalyhoz hasonlóan a vendégészakák nagy részét a belföldi vendégek adták. 225 millió forintból újult meg a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ két irodája. A beruházás során új épületrészeket és helyiségeket alakítottak ki. Napelemes rendszert telepítettek, valamint új eszközöket is beszereztek. Az épületek mellett a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai is bővültek. Május 1-től fogyatékosságügyi tanácsadók vesznek részt az ügyintézésben, valamint az iskolai, óvodai, szociális munka is a központ feladatai közé tartozik szeptembertől. Elméletben már most eldőlt, hogy mégsem kerül egyházi fenntartásba az idén 60 éves Nyíregyházi Kölcsei Ferenc Gimnázium. Erről Márk Attila Olivér beszélt 35 perc című műsorunkban. Az intézmény igazgatója elmondta, ha bár hivatalosan május 31-ével zárul le a fenntartóváltási folyamat, a szülők és diákok már döntöttek, és nem támogatják, hogy egyházi iskolává váljon a gimnázium. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 21-én hétfőn, friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!